Fül- és farokvágás. Visszatérő kérdés. Nagyon egyszerű a válasz szerencsére. A magyarországi törvények jelen pillanatban, és itt az állatvédelmi törvényre utalok, tiltják a fül- és a farokvágást. A farokvágást 3 napos korig engedélyezik, illetve a fülvágást egyáltalán nem. Egyetlen egy kivétel van, ha valamilyen sérülés, roncsolódás, tehát egészségügyi okok állnak a csonkolásnak a hátterében, ilyen esetben az állatorvosnak viszont ezt igazolnia kell. Tehát ez a kutya azért lett fülcsonkolást, azért végeztek rajta a fülcsonkolást, mert egy másik kutya kiharapott a füléből, vagy roncsolódott, vagy valamilyen egészségügyi okok késztették az állatorvost erre a csonkoló beavatkozásra. Tumor például, fülszéli tumor, tumor megjelenése, vagy valami hasonló. Ilyen esetekben nyilván ugyanúgy, mint akár a végtagnak a teljes amputációja, orvosi indikáció alapján, megalapozott orvosi indikáció alapján elvégezhető. Tehát a kettelésből, a pusztán a látvány vagy a fajta standardnek a megfelelésből elvégzett fülcsonkolás az tilos Magyarországon, úgyhogy ez a kérdés már föl sem merül.